Ez itt a rap terápia, tesó a rap terápia, szakít a rap terápia, üvölt a rap terápia, fülesben rap terápia, kocsiban rap terápia, hangfalból rap terápia, most szól a rap terápia. Bólogató szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Rap Terápia, az FM 92.4 Maxi Rádióban, a Rap Terapeuta ezúttal is Bíró Dávid, és a ma esti vendégem majd Bom lesz a DSP-ből, akinek a hamarosan megjelenő Tipli című könyvével fogunk foglalkozni. Mindemellett azért rátérünk a zenei munkásságaira, és mi a helyzet a csapattal mostanában. Hamarosan folytatjuk Bommal, előtte egy picit elmegyünk zenélni. Vissza is tértünk, ez itt még mindig a Rap Terápia, az FM 92.4 Maxi Rádióban, és már is itt van velem Bom a telefonon a túlsó végén. Szia-szia, köszöntelek a műsorban. Hello, köszönöm a meghívást. Na hát, és ugye a DSP-vel kapcsolatban ugye majd fogunk beszélgetni zenékkel és minden egyéb fontos információkkal, de mindenek előtt térjünk rá erre a most betörő újdonságra, ez a Tipli című könyv, ami a te tollad, vagy monitorod és billentyűzeted által született meg. Igen. Ez egy nagyon király dolog, mert igazából nekem egy nagyon régi álmom az, hogy én könyvet írjak. Kb. 9-10 évesen is azt gondoltam, hogy nagyon vagány dolog könyvet írni. Csak eltendáltam a rap felé, és akkor úgy írkáltam a szövegeket, meg ilyeneket, szóval úgy máshogy nyúltam a szövegekhez, nem csináltam ilyen hosszú terjedelmi dolgokat. És most éreztem tavaly, hogy már úgy megértem arra, hogy befejezzek egy nagyobb volumenű dolgot. És írtam egy könyvet, de nem ezt, hanem egy másikat. De azzal még várok, mert azt úgy szeretném kiadni, hogy kemény borítós legyen, ez egy jó vastag könyv lett. És utána megírtam ezt a Tiplit, ami ilyen gyerekkori tapasztalatokból táplálkozik, de azért azt elmondom még így a legelején, hogy ez nem rólam szól, nem önléletrajzi dolog, ebből szokott keveredés lenni, mert egyesen első személyben íródott, de igazából csak úgy, amit láttam, tapasztaltam, összeollózgattam, meg úgy kikerekítettem belőle egy sztorit, de nem rólam szól. Világos, tehát akkor neked talonban akkor van egy másik könyved? Kettő. Igazából. Kettő, az igen. És ezek is ilyen hasonló sztorizós könyvek lesznek? Ezek teljesen mások, szóval igazából nagyon meglepően más könyvek lesznek ezek. Nem is akarok sokat elárulni róluk, az első egy fantasy, mese-szerű dolog, amiket én nagyon szeretek, a második pedig egy sci-fi. Az egyik az nagyon ilyen gondolkodós, meg ilyen filozofálgatós dolog, a másik pedig egy ilyen pozitív hangvételű szép mese, igazából, amiket én nagyon szeretek. Csak úgy vagyok vele, hogy hát tudod, én rappelek, ezt csinálom, meg ezt a lakótelepi környezetet képviseltem mindig, és nem akartam egy ekkora fordulással bekezdeni az írás, hogy az emberek nem tudjanak mit kezdeni azzal, hogy Bom miért ír meséket. Szóval ezt azt mondod, hogy ezek a könyvek, ez a három könyv, ez tavaly óta íródtak meg a kezed által? Igen, úgy van, hogy tavaly júniusban kezdtem el írni, akkor jött egy ilyen erős elhatározásom, hogy én most így nekiállok, aztán elkezdem csinálni. És az első könyvem az egy jó hosszú terjedelmű, az körülbelül 400 oldalas könyv lesz végül, megszerkesztés után. Azt novemberben fejeztem be, szóval egy ilyen 4-5 hónapos intervallum volt. Aztán megírtam a skifit, ami egy rövid cusz, de az tényleg hamar megírtam, az 1-2 hónap alatt kész volt. És januárban álltam neki rendesen a Tiplinek. Aztán most jött ki. Szóval az a helyzet, hogy nagyon tetszik nekem a metódusa az írásnak, meg úgy minden szinten az egész ritmusa, hogy egy könyv elkészül, tudod, mert ez nem olyan, mint egy házi dolgozat, meg mint akármilyen szám, hogy el lehet alibizni, hogy fú, két nap múlva leadás, akkor jól van, kitalálok valamit, tudod, hanem ez tényleg olyan dolog, hogy le kell ülni, sokat foglalkozni vele és megírni. Ennek hogyan működik a metódusa? Tehát, hogy egy könyvet megírni azért mondtad, hogy több hónap, az mit jelent, igen, hogy minden nap leülsz, és akkor írsz egy kicsit, amikor van ikleted, vagy ez olyan, mint a szövegírás, hogy van, hogy ott ülsz egy sor felett, és nem ülsz tovább két órán keresztül se. Igazából ez nekem nem olyan, mint a szövegírás, és nagyon örülök, mert azt hittem, hogy hasonló lesz, mert amikor az ember szöveget ír, nagyon sok szempont van, amire figyelni kell. Hogy mit akarsz mondani, milyen formában, milyen rímekkel, hány szótagban, milyen ritmikával, hogy igazából egy nagyon jó dolog, viszont nagyon keretek közé szorítja az embert. És amikor elkezdtem írni, rájöttem arra, hogy a könyvben nincs ilyen. A könyvben az a lényeg, hogy mit akarsz mondani, és azt a legjobban megfogalmazni. Szóval olyan, mintha nagyon király egy sorokat írnék, amik nem rímelnek másik sorokra. Szóval sokkal könnyebben ment ez így a rep után. A metódusom az mindenkinek más. Én minden napi szinten foglalkoztam ezzel, nem jelenti azt, hogy mindig írtam, de mindig gondolkodtam ezen a villamoson, mindig valahogy ezen járt az anyam, hogy ezeket a sztorikat így rakjam össze. Van egy jó hasonlatom, azt elmondom, hogy arra jöttem rá, hogy olyan könyvet írni, mint pulóvert kötni. Hogy hiába ír az ember jól, hiába vannak jó készségei, ugyanez, hogy hiába ismered az egy simát fordított, meg ilyeneket, amiről én azt sem tudom, mi lehet, meg nagyon jól kötsz, meg ilyenek, de ha nem ülsz le, akkor nem lesz pulóver, ha nem kötöd meg. Tudod, hogy ez tényleg olyan, hogy hiába vagy nagyon jó, ezt szépen lassan le kell darálni, és le kell írni mindent.
Tehát csinálni kell, csak akkor fog megszületni igazából. Igen, szóval nem lehet olyat, hogy egy hétig nem, aztán utána hétvégén megbepótolni az egész heteset, mert az emberből egy kicsit kifogy a lendület, a motiváció, meg úgy a fókusz. Tudod, hogy mondjuk egy-két órát foglalkozok vele, és akkor nagyon hatékonyan tudok ezzel haladni, de érzem azt, hogy idő után már fárad a figyelmem, ilyesmi, és akkor minőségben sem vagyok annyira hatékony. Akkor félre kell tenni egyébként a munkát ilyenkor? Én félre szoktam tenni ilyenkor, igen, meg mindenben nagyon jó az a mákom, hogy nagyon sok dolgot szeretek csinálni, és hogyha valamiben megakad a lendületem, akkor csinálok egy másik dolgot, amit ugyanúgy szeretek. Más kreatív dolog, amiben feltöltődök, és akkor megint csinálom ezt, aztán megint azt. Szóval ugrálok a zenéről a írásra, az írásról a gitározásra, a gitárról a rajzolásra, és akkor mindig csinálok valamit, ami olyan kreatív, kikapcsoló dolog, és ezek feltöltenek, hogy újra tudjam folytatni. Az írásra visszatérve azt mondtad, hogy nincsen keretek közé zárva az író. Ez egy felszabadító érzés egyébként a szövegírás után? Fú, nagyon. Az a helyzet, hogy nagyon az. Igazából nem azt mondom, hogy ez jobb dolog, vagy jobb csatorna arra, hogy elmondja az ember, amit akar, mert nagyon szeretem a repzenét, és egy nagyon király dolog, hogy abba bele kell sűríteni a gondolataidat, de tényleg egy nagy szabadságnak érzem már. Ha most kezdenék el szövegekkel foglalkozni, biztos így megriasztana, hogy nagy terjedelem, hogy kell ezt megcsinálni, mit érdemes, de a repben már megtanultam azt, és gondolom ez a legtöbb művészetben így van, hogy nem nagyon kell olyan formai dolgokkal törődni, hogy mihány oldal, hogy illik, hogy szokás csinálni ezeket. Szóval most már ezeket a dolgokat elengedtem, és egyszerűen csak írok, és elmondom azt, amit akarok a legjobban mondani. Szóval nagyon-nagyon jó nekem. Hogy készül egyébként egy könyv? Van egy történet, amit el akarsz mesélni? Van valamilyen jó sztorid, ami köré építed egyébként esetleg a történetet? Vagy valamit üzenni akarsz, és arra találsz ki valami történetet? Ez hogyan történik? Ez egy jó kérdés, és van rá konkrét válaszom is. Még egyszer, mert le is írtam valahova, mert valakivel beszéltünk erről. Úgy történik, hogy amikor egy új könyvet akarok írni, már úgyis már felírogattam negyedik, ötödik könyv ötleteket is, akkor mindig a leges-legelső dolog, amit én meghatározok, az, hogy mit akarok velem mondani. Mert vannak nagyon jó történetek, de magában egy történetet, ha bemutatsz, igazából nem mondasz vele nagyon semmit, csak magát a történetet. A történet inkább eszköz arra, hogy a mondani valódat közvetítsd, tudod. Szóval nekem mindig a legfontosabb az, hogy miért írom a könyvet, mit akarok ezzel mondani, milyen gondolataimat akarom kifejteni benne, és az milyen közegben lenne jó tenni. Például én szeretek meditálgatni, meg érdekel egy csomó olyan érdekes dolog, érdekel a hangtan, a fizika, ilyesmi, de csak úgy érdeklődés szinten. És szeretek ezekről beszélgetni, és ezért írtam ezt a mesét, mert rájöttem, hogy ilyenekről beszélgetni nem mindig jó, mert az emberek vagy szkeptikusak, vagy nem úgy állnak hozzá, vagy elbeszélünk egymás mellett, de ha én nem győzködöm az embereket ilyenekről, hanem csak meséket írok, akkor átmegy az üzenet, de nincs mit veszekedni rajta. Szóval nem az a lényeg, hogy olyat írok, ami igaz, csak egy inspiráló dolgot, amik az én gondolataim. És azt gondoltam, hogy ez a mese, ez egy nagyon jó felület hozzá, hogy kifejezzem. A másik ugyanúgy ilyen csillagászat, ilyen izék, amikkel bele vagyok bolondulva, azokról is írkálok egy skifin keresztül. Szóval az is csak egy eszköz, hogy arról beszéljek, amiről szeretek beszélni. A tipli ugye meg egy lakótelepi sztori, ami ugyanúgy olyan téma köré épül, hogy az embernek milyen lehetőségei vannak, milyen kilátásai vannak, és hogy tudja ezeket elérni, meg milyen lehetőségek bukkannak fel az ember életében. Igazából érdekes volt körbejárni ezt a témát, nézegettem is utána, meg kiderítettem egy csomó dolgot, mert nagyon sok emberrel beszélek, és nekem nagyon sok spanom lépett le külföldre. Szóval tényleg fogyunk, hazamegyek Békásra, és alig vannak már, valaki Németországban van, valaki Londonban van, mindenki elmegy valahova. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nagyon sok mindenkit foglalkoztat. Azt is, aki elment, azt is, aki meggondolta, azt is, aki nagyon nem akar elmenni. Mindenkinek van erről egy álláspontja, és igazából nekem is van. És gondoltam, hogy ez jó így ezen keresztül leírni. Világos, tehát az üzenet volt a legfontosabb, hogy ez eljusson az emberekhez, és e köré építette mondjuk egy ilyen, igen, egy ilyen rappes világot, talán lehet így mondani. Hát inkább egy lakótelepi világot. Egyébként ennek a könyvnek, a tipnek a célközönsége, az kicsoda egyébként? Elsősorban a rap hallgatóid? Vagy igazából ezzel próbálod tárni nagyobbra a karodat, hogy minél több embert magadhoz tudj elölelni? Igazából nekem a célom az, hogy én túllépjek azon a körön, hogy csak bizonyos rétegekből érdeklődjenek emberek ezek után. Ez biztos, hogy olyan lesz még a tipli, hogy ez tényleg a rap hallgatók fogják
ők fognak értesülni rólam, meg ő az, aki neki nyelvezetbe is szól, de én nem elsősorban a rap hallgatókat célzom meg ezzel, hanem a lakótelepi srácokat, mert pont az az ízletése, és szerintem abban van a könyvnek az ereje, hogy ha te ebbe a közegben mozogsz, hogy mozogtál és elolvasod, akkor nem érzel benne semmi erőltetés, és valahogy úgy érzed, hogy pontosan így történik. Ilyen párbeszédek vannak, ilyen szituációk vannak, így működnek a dolgok, hogy nagyon, nagyon hitelesen akartam leírni ezt a lakótelepi életflest. Egyébként a rapperek mit szólnak ehhez a dologhoz, hogy te most könyvet írsz? Tehát, hogy nyilván az elég miatt nagyon sokan szeretnek, a könyv miatt, tehát hogyan néznek rád, hogy na akkor ez most nagyon, már elszállt? Nagyon, dehogy is, még ilyet nem is hallottam. Szoktak mondani olyanokat, amit nem is értek, hogy miért így zenébe, viszont ebben nagyon, nagyon jól fogadják, mert mindenkitől azt hallom, hogy azért könyvet írni más, mint lemez. Tudod, hogy azért ez kicsit kirívó abban, hogy könyvet még nem nagyon írtak MC-k. Ráadásul írnak zenészek meg ilyenek könyvet, de általában ilyen saját életigzetésű önéletrajzi könyveket, vagy hogy megíratnak valakivel egy könyvet a saját történetüket, de én igazából elhatároztam azt, hogy én nem azt, hogy meg akarok írni egy lakótelepi sztorit, hogy ilyet is tudok, hanem író akarok lenni, amit tényleg hivatásszerűen akarok csinálni. Mennyire olvasnak az emberek manapság? Ugye zenét még hallgatnak, de az igen, olvasás azért ez egy visszaszorult kulturális platform. Az a helyzet, hogy amikor én elkezdtem ezt csinálni, nagyon utána néztem mindennek. Nagyon sok emberrel beszéltem, kiadókkal, mindenkivel, és azt kell mondanom, hogy sokkal jobb a helyzet, mint ahogy az ember alapból gondolja. Mert tudod, arra gondolunk, hogy hát az emberek már nem olvasnak, persze, régi dolog, ezt szeretik az emberek mondani. De csak így hallja az ember és elhiszi, és ha megnézed a számokat, meg a gyakorlatot, akkor ez nem teljesen így van. Könyvet is így igazából veszegetnek az emberek, mert azt nem annyira tudják letölteni. Mivel most már háttérbe szorul, akkor egyre többet ér a matéria, egyre több értéke van annak, hogy kézbe tudjanak fogni egy könyvet. Prestige értéke is, tudod. Például olyan is van, hogy azt mondják, hogy Európa szinten Magyarország nagyon olvasottnak számít, nagyon érdeklődőnek, és igazából a könyvpiac nem annyira haldoklik, mint ahogy hiszik. Több könyvet lehet eladni, mint lemez, pont ezért, mert ez nem egy pótolható dolog, vagy letölthető simán. Meg van egy egész masszív olvasó rétege Magyarországnak, csak nekünk nem annyira van közünk, vagy csatornánk hozzá. Tudod, hogy mi ismerjük ezt a rap közeget, azokat a közegeket, amikben mozgunk, és ott tényleg nem annyira pörög az olvasás, viszont mindennek megvan a közege. Szóval ugyanúgy épül köré az iparág, ugyanúgy tud ez működni, és szerintem lehet belőle megélni is. Legalábbis én úgy állok neki ezeknek, aztán majd kiderül. Én megmondom őszintén, én nagyon szeretek a kezembe fogni egy könyvet, de számomra ugyanolyan értékes egyébként egy DSP lemezt megfogni és kinyitni. Amikor... Ja, nekem is persze, legyártani a legkirályabb dolog. Tehát, hogy amikor én mondjuk a kezembe vettem először a Társadalom Klinika lemezt, remélem, hogy valami hasonló érzés lesz, amikor a tippit a kezemben nyomod majd. Hát én is remélem, hogy olyan lesz. Nekem olyan volt, tegnap jöttek meg a könyveim, jó nagy dobozokba, azokat már is osztogattam párat ismerősöknek, meg családnak. Nagyon jó volt kézbe venni. Mert én is úgy vagyok, hogy kiadtunk már egy csomó lemezt, de amikor az első lemezt kiadtuk, emlékszem, hogy az nagyon, nagyon extra volt, hogy le kellett szedni a nylont hozzá, igazi gyárban nyomtatott CD-k adtunk ki. Nagyon-nagyon meghatározó volt nekem, meg nagyon nagy célom. És ez a könyv is olyan volt, hogy kézzelfogható könyvet gyártassak, leadjam ki. És most pipáltam ki, úgyhogy nagyon jó volt így beleolvasni. Tegnap el is olvastam még egyszer. Na, akkor most kicsit elmegyünk zenélni, aztán folytatjuk tovább Bommal és a Tiplivel. Ne menjetek sehova. Továbbra is a Rapterápia szól az FM 92.4 Maxi Rádióban. Vendégem továbbra is a Bomb. Na és ugye, ami már mit tettük az előző blogba, a Tipli című könyv már a kezedbe van, nálad van. Milyen érzés, igen, hogy ez már így nálad van? Ez most még egy teher, hogy izgulsz, hogy milyen lesz a fogadtatás, mennyien fogják megvenni, elolvasni, mit fognak hozzászólni, aha, vagy egészséges druk van benned? Fú, bennem csak druk. Igazából azért nincsen semmilyen teher rajtam, mert én ezt nagyon elhatároztam, hogy ezt ki fogom adni, és ahogy közeledik ez a kiadás, vagy ahogy közeledik az, hogy ez a közönséggel találkozik, és jönnek a vélemények, én erre számítottam igazából, és nagyon bízom benne. Azért bízom benne, nem azért, mert hogy ez annyira jobb, mint bármelyik másik könyv, csak tudom azt már az így tapasztalataimból, hogy amit nagyon komolyan gondolok, azok általában nagyon jól sülnek el.
amit nem mustálkodok el, amiben tényleg rakok energiát, az valahogy mindig megtérül. És úgy érzem, hogy ebbe sok energiát raktam, és ezért gondolom azt, hogy jó fogadtatása lesz, és jó dolog fognak történni vele mindig a könyvvel kapcsolatban, tudod. A lemezkiadásokból már van jó sok emléked. Hasonló érzés az, mint ez, vagy egész más? Hasonló. Olyan, mint a legelső lemezt, amikor kiadtuk. Mert sok lemezt csináltunk, de a legelső lemez volt, ami tényleg nagyon meghatározó, hogy leszettük a nylont, ott fogtuk kézbe. Tudod, megszagolod, megvan ez a könyvszaga van ennek, és annak is érzed, hogy frissen jött a gyárból, tudod? Uh-huh. Nagyon nagy élmény, meg nekem nagyon nagy célom volt ez kiskoromban is, hogy mindig azt akartam, hogy legyen egy CD-m, amit rendesen meg kell venni boltban, meg rajta van a fólia, és nagyon motivált, hogy elérjem ezt. És ugyanígy vagyok a könyvvel, hogy tényleg nagyon akartam, hogy ezt este töltöm, és tényleg lehessen kapni, meg kézbe venni, és igazából itt van a kezembe. Úgyhogy összejött. Beszéljünk kicsit a történetről. Ez mennyire ábrázolja a mai magyar valóságot? Igazából én mindenben nagyon törekszem a következetességre, rapben is, meg mindenben, szóval nagyon tartok attól, hogy olyat írok le, ami ilyen dezinformáció, meg ilyenek, úgyhogy szeretek több forrásból utána nézni annak, amiről beszélek. Szóval én nagyon törekedtem arra, hogy egy ezekbe adja vissza a magyar valóságot, hogy olyan lépcsőkön keresztül mutasson be szitukat, hogy mennyire döcögősen megy itt a bürokrácia, amikor el akarsz intézni papírokat, milyen rumlikba ott lasz bele. Tudod, ilyen nagyon igyekeztem nagyon autentikusra és igazira csinálni. A karakterek kidolgozására egyébként külön fordítottál figyelmet, hogy egy-egy karakter látható, érezhető legyen mindenki számára, aki hasonló közegben élt, vagy fiatalon ilyen közegben dolgozott, lakott. Mm. Tehát, hogy én megmondom őszintén, most a blogodon elolvastam ugye a hét fejezetet, amit föltettél, és nagyon sokszor éreztem azt, hogy hát én ezt a csávót, ezt ismerem, hát tudom, hogy ki ez, láttam, a szemem előtt van. Igen, úgy csináltam, általában úgy szoktam csinálni, hogy archetípusokat ütköztetek, és akkor minden történetet el tudok magyarázni. Úgy értem, hogy van mondjuk a Raskó, aki egy igen sútyó gyerek, tudod. Nagyon paraszt, nagyon sok hasonló embert ismerek. Nem teljesen ilyet, úgy szoktam, hogy a tapasztalataimból gyúrok össze egy karaktert, szóval ez nem olyan, hogy lejössz Békásra és megtalálod a Raskót egy-egybe, hanem csak találsz azért hasonló karaktereket. A másik gyerek, aki mindig bizniszel, mindenben a pénzt keresi, azt se kell bemutatni, mert abból is van rengeteg. És középen van a Petike, ami egyes szem első szemébe íródik. Igazából az se én vagyok, de sokat merítkezik abból, hogy én hogy intézem a dolgaimat, de azért nem teljesen. Na igen, a kis sztorik, a kis történetek, ezek között azért van sok ilyen, amit így megéltél esetleg, vagy a saját életedből merítettél? Mindent a saját életemből merítettem, csak nem úgy történt, nem velem történt. Például úgy van, hogy amikor munkákról írok, azok olyan munkák, amikben dolgoztam, és tényleg szar volt. Érted? Szóval azért értem le, hogy ilyen, mert dolgoztam benne, és bele tudok menni a részleteibe. Tudod, mindig az hozza közelebb a valóságot, olyan részleteket tudsz mondani a dologról, ami tényleg így kitisztítja a dolgot. Nem úgy kell kidolgozni, hogy nagyon körbe legyen valami írva, hanem egy-két nagyon súlypontos dolog, vagy olyan fajta jelző legyen, ami atmoszférát teremt, és rögtön leírja így a környezetét. Aki egyébként sok munkahelyen dolgozott már, vagy végzett rosszabb és jobb munkákat, azt szerintem annyira bele tudja élni magát ezekbe a kis szituációkba, hogy ez valami elképesztő. Örülök neki, hogy így látom. Én is így látom, mert én, amikor ilyen helyeken dolgoztam, mindig azt éreztem, tudod, hogy ebből nincsen pénzem, nincs igazi motivációm, hogy jobban csináljam, mert ugyanaz lesz, ha jól csinálom, ha rosszul, nem osz, nem szoroz. És igazából azt nem szeretem én a munkában, mert sok dolgot nem szeretek, de hát voltam én már minden, tényleg minden dolgoztam már, csak azt nem szeretem, hogy energiát kell rakni valamibe, és nem a te saját dolgod, nem amit te akarsz megvalósítani, hanem dolgozol egy cégnek, dolgozol a főnöködnek, dolgozol valaki más álmaiért. Érted? És azért kapsz pénzt. És én úgy vagyok vele, hogy inkább azt csinálom, hogy azokat valósítom meg, amik az én álmaim. És megpróbálok ebből pénzt csinálni. Úgyhogy már kidolgoztam magam, úgy érzem, most már nem akarok dolgozni, hanem hát ez is munka, de könyvet akarok írni, zenét akarok csinálni, meg azokat a dolgokat, amiket a legjobban szeretek. Tehát nem a munkával van probléma igazából, hanem amikor azt érzed, hogy nem haladsz a saját igen, életeddel. Nagyon sok munkát próbáltam már ki, tényleg mindenféle melón volt már. És úgy vagyok, hogy egy-két hónap után sokszor lelépek, mert érzem azt, hogy na most megtanultam ebből azt, ami fejlesztett engem, de amikor érzem, hogy az állóvíz és sehova nem vezet, akkor lépni szoktam. Mit tudom, én voltam mondjuk ilyen idegenvezető ezeken a piros
kétemeletes buszokon. És nagyon jó volt egy két-három hónapig ott dolgozni, mert fejlődött az angolom, a beszédkészségem, sokkal több akcentust értettem, meg sokkal gördülékenyebben beszéltem, de éreztem, hogy egy idő után ismétlődik. Ismétlődnek az embertípusok, ismétlődnek a kérdések, a válaszok, és éreztem, hogy nem kapok újat ettől a munkától. És akkor úgy voltam, hogy néztem más. Tudod, hogy mindig egy kicsit, hogy több legyek tőle, aztán tovább megyek, ha nem ad pluszt. Uh-huh. Tehát az skilleket fejlesztetted mindenféleképpen apróságként. Jó. Visszatérve egyébként a karakterekre és a történetekre, amit én már pedig olvastam, ez a hivatali jelenet, ahol ugye a Raskó a sorszámokat... Igen. A sorszámokat pakolja le a hölgy elé. Na hát akkor amikor az a pókeres, drilles metafora, hát az rendkívül ütött például. Köszönöm. Tehát... igazából ezek a jeleneteket, aki bemegy egy bármit elintézni, bármilyen papírt, legyen jogosítvány, személyi, akármi, az tudja, hogy mire számítod, és tudja, hogy lesz ott egy süttyó, aki majd kiabál, meg puffog, meg nem érti, hogy mit csinálunk ott. Tehát igazából ettől olyan élmény, ami ember közelévé teszi ezt a könyvet. Most nyilván végig fogom olvasni az egészet, és majd akkor lehet, hogy csinálok róla egy videoblogot, és elmondom akkor az egész sztoriról véleményemet. Az király, meg így is, majd beszéljünk, hogyha elolvastad, kíváncsi vagyok, mit szólsz hozzá. Mindenképp. Szóval ez az emberközeliség, ez volt a célja a dolognak? Vagy a történet által? Igen? Ja, hogy hát nem tudom, mi a kérdés második fele? Hát vagy a történet által az, hogy az üzenet az, hogy mindenki külföldre vágyik. Szerintem ez igazából nem az az üzenet, hogy mindenki külföldre vágyik, az olyan, hogy mindenki tenni akar valamit, hogy jobb legyen neki, és igazából ez egy opció, de én ebbe se foglalok úgy állást, és nem amellett vagyok, hogy ki kell menni külföldre, és a könyv se erről szól, és nem is ez a végkonklúziója ennek, hogy külföldön kell az embernek megcsinálni magát. Tudod, hogy az ember mindig keresi másban, hogy tudja rendbe hozni az életét, hogy kint nagyon könnyű, itt meg nagyon nehéz, de ki kell menni ahhoz, hogy rájöjjön, hogy ott se könnyű, vagy itt se nehéz. Érted, hogy igazából emberfüggő, hogy milyen lehetőségeid vannak, és tényleg lehet, hogy Magyarországon nehezebb boldogulni, de érted, hogyha itt nem teszel semmit, akkor se lesz semmi, ha kint nem teszel semmit, akkor se. Viszont ha itt motivált vagy kint motivált vagy, úgymond mind a két helyen meg tudod valósítani magadat, és tudsz egy életszínvonalat feltartani. Nehezebb, de igazából meg lehet csinálni. És én is erre jutok amúgy, én ezért nem is mentem külföldre, meg nekem is járt ez az agyamban régen, és igazából arra jutok, hogy lehet, hogy lenne több pénzem, de nem akarok távol lenni azoktól, akiket szeretek, meg nem akarok távol lenni az országtól, amit ismerek. Mert megnézed azt, aki még sose volt külföldön, mindig mond ilyeneket, mint akár a Raskó is a könyvben, hogy látod, mindenki szerencsétlen, kolbászból van a kerítés, mindent meg lehet oldani, én okos vagyok, ők buták, tudod, hogy ilyen mentalitással mennek ki emberek, és akkor nagyon nagyokat tudnak koppanni. És akkor rá kell jönni, hogy ha itt hülye vagy, ott is hülye leszel. Szóval az emberek mindenhol, és igazából nem azt kell nézni, hogy most az országot eleget ad neked, és hogy más országba menjél, hanem hogy te adjál eleget. Nem az országodnak, hanem magadnak, a környezetednek, minden, és akkor jól fognak alakulni a dolgok az országtól függetlenül. Ez teljesen világos. Kicsit elsivottál az emberközeliség dolgon. Szóval igen, mert ezt akartam mondani, hogy szerintem ez nem olyan dolog, hogy most melyik a fontosabb szegmens, mert mind a kettő ugyanúgy építi az egészet, mert hogyha el akarok mesélni valamit, akkor nekem alapkritérium az emberközeliség. Szóval nem a célom az emberközeliség, hanem az eszközöm, hogy bemutassam a célomat ezzel. Tudod, sokkal jobban átjönnek az ilyen dolgok, hogyha nagyon természetesen meg sallangmentesen van ez írva. Miért van az egyébként, hogyha én közben ezt olvasom, akkor a gyerekkoromra gondolok, vagy a fiatalkoromra gondolok? Ez szándékosan így lett megírva? Hát szerintem ez egy olyan hatás, én már nagyon rájöttem erre, nem gondolkodok azon, hogy kinek miért fog tetszeni, vagy kinek fog tetszeni, meg kinek nem, csak arra figyelek, hogy nekem milyen érzés megírnom. És azt remélem, hogy sok embernek ugyanolyan lesz. És amikor én írtam a tippit, egész végig a gyerekkoromra gondoltam, és nagyon sokat nosztalgiáztam, úgyhogy évek óta nem gondoltam már ezekre a sztorikra. Tudod, és mivel ebbe gondolkodtam, nagyon visszajöttek ezek a dolgok, és nagyon jó nosztalgikus érzés volt. Rengeteget jutott eszembe így a fiatalabb korom, tudod. Szóval nagyon örülök, hogy ugyanez jött le, mert nekem ugyanez volt, amikor írtam. Az írás folyamatában volt, hogy itt cenzúráztad magad, vagy hogy leírtál valami olyan sztorit, ami mondjuk így kellemetlen, vagy mondjuk akiről szól, esetleg magára ismert volna? Tehát ilyesmiket csináltál? Azért nem, mert már az elején úgy álltam neki, hogy nem akartam így merítkezni és egész dolgokat kiemelni. Karaktereket, aki magára ismer, szituációkat, ami felismerhető, mert tényleg egy fikciót akartam én, szóval ilyen parán nem volt.
cenzurázni se akartam magam, mert egy borzasztóan káromkodós dolog ez. És mondták már nekem azt, hogy nem rossz, csak olyan hatásvadásznak tűnik a káromkodás, és úgy vagyok vele, hogy azért nem szedek ki egyet se, mert úgy írom szabad asszociációba, ahogyan az emberek beszélgetnek a padoknál, és amilyen emlékeim vannak. Tudod, hogy szóismétlés, meg kétszer ugyanaz a káromkodás egy mondaton belül, ez az élő beszédben rengetegszer történik meg, tudod? És nekem nagyon tetszik, hogyha az élő beszédnél köszön vissza, és nincs olyan szép prozódiába szedve, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt. Világos, világos. Mi a célja egyébként a könyvnek? Az üzenet az, ami nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon erős, vagy a cél az igazából egy picit öncélú, és az, hogy mondjuk más vizekre is evezzél, és ott is sikeres legyél? Konkrétan megvan ennek a célja. Nem tudom, hogy mennyire hangzik jól. Ez egy eszköz nekem, hogy elérjem az igazi célomat. Szóval ez csak egy állomás. Az a lényeg, hogy a tipit azért írtam meg, hogy legyen egy könyvem, mert tudtam azt, hogy ez a lakótelepi közegben én könnyen és gyorsan tudok dolgozni, és nagyon szeretem is ezt, tudod, hogy könnyen tudok mozogni egy ilyen témában. És azért írtam meg, mert van másik két könyvem, amit nagyon fontosnak tartok, nagyon-nagyon tetszik, és azt gondolom, hogy nagyon megmutatja, hogy milyen vagyok én, mit gondolok a világról, és tényleg jó gondolatok vannak ebbe a dologba. De tudom azt, hogy nem tudnám ezt így kiadni, hogy én vagyok a rapper gyerek, aki írt egy fantazit, így néznének, hogy mi ezt tudod, nem tudnák, hogy mire számítsanak, és egy kicsit, hogyha tudod, hogyha már ismernek, számítanak valamire, csalódásra teljesen más kapnak. És úgy vagyok, hogy kiadókhoz sem nagyon lehet nagy kiadókhoz küldeni kéziratot, amíg még nincsen egy megjelent könyved, vagy amíg nem protezsál be valaki. És úgy voltam, hogy én nem várok arra, hogy kiadók felfedezgessenek, hanem csinálok egy könyvet. Ezzel a könyvvel körbenézek így maga a könyviparban, kitapasztalgatom, és utána már utat engedek el, vagy előkészítem az utat a másik könyvemnek, amit nagyon fontosnak gondolok. Magyarország, tudod, hogy egy furcsa hely. Általában nem szokták elfogadni azt, hogy valaki esetleg több dologban tehetséges, több dologhoz ért. Szeretik az embereket beskatujázni. Nem félsz attól, hogy te be vagy skatujázva mondjuk az írói közegbe, vagy akár a kiadók szempontjából egy rappernek, és akkor te rappeljél, már ne írjál könyvet? Nem, egy kicsit se félek tőle. Ez pont olyan dolog, hogy nem félsz attól, hogy téged, mint ember beskatujáznak. Pont a terméked meg a produktumod olyan, mint te vagy. Szóval úgy vagyok vele, hogy engem nem nagyon lehet beskatujázni, aki megismer. Ugyanez, elkezdek írni, nem fognak tudni beskatujázni, ha megismernek, mert három nagyon-nagyon különböző dolgot írtam eddig, és nagyon jó visszajelzéseket kaptam, és a másik kettő könyv olyan, hogy fel se lehet nagyon ismerni ezt az oldalamat. És az emberek azt hiszik, hogy jó, te ez vagy, te az vagy. Azt hiszik, hogy ismernek és számítanak valamire tőled. De nekem nagyon kis szegmensem a rep. Nagyon fontos, viszont igazából az van 15 olyan érdeklődésem, ami tényleg nagyon, nagyon sokat foglalkozok vele, még nagyon behúz. És ebből csak az egyik a rep. Szóval én kíváncsi sokoldalú embernek gondolom magam, és ez így működik így is. Ha kiadom a könyveket, el fogják ezeket mondani, jó, megírta ezt a tippét, de ez a gyerek csak ezt tudja. Mondják nyugodtan, mert nem tudják, hogy nem csak ezt tudom, de úgyis meg fogom mutatni, hogy nem csak ezt tudom, és akkor tudni fogják. Nem nagyon találkozok ezekkel, hogy... Ez furcsa, mert én egyébként találkozok ezzel. Tehát én, amikor elindítottam a focis műsoromat, akkor mindenki mondta, hogy hát tök jó, de hát te ez rapper srác vagy, nem? Akkor mit csinálsz a fociba? Érted, mire gondolok? Tehát én szeretik. Persze, de ez azért, mert igen, skatujáznak, mindent valamihez kötnek, mindent elképzelnek, hogy mi milyen, meg melyik dobozba tudják berakni. Csak úgy vagyok vele, hogy érted, hogyha én most ezzel figyelnék, akkor beleülnék ebbe a dobozba, szóval nagyon nem érdekel az, hogy mit gondolnak ezekről a dolgokról, tudod. Világos. Hát a dobozba ne ülj bele, maximum a dobozba ültesd bele a könyvet. Egyébként hol lehet hozzájutni ehhez a termékhez? Ez a Blues Bravaz gondozásában jelent meg, és a Blues Bravaz webshopjáról lehet megrendelni, de van nekem egy blogom is, ahol információkat lehet erről találni, és a részleteket el lehet olvasni. Ez a writesomesheet.blog.hu. Igen. Nem egészen úgy van írva a write, ahogy az helyes. Az mindegy. Jó, csak hogy könnyen megtalálják. Jó, egy kicsi zenégetés meg a hírek és a reklámok után visszatérünk bombbal, hamarosan folytatjuk. Vissza is tértünk továbbra is a rep terápiát, hallgatjátok az FM 92.4 Maxi Rádióban, a műsorvezető személye Bíró Dávid, és a ma esti vendégem Boma DSP-ből. Szia-szia! Yeah, hello! Na hát az első órában sokat beszéltünk a tipiről, de még egy picit beszéljünk arról, hogy ez igazából teljes mértéki saját produkció, olyan tekintetben, hogy a borítótól kezdve a tartalomig minden a te kezed szüleménye.
Igen, ez egy elhatározásom is volt. A blogomnak az első bejegyzése is ez volt, hogy elhatároztam, hogy írok egy könyvet, megcsinálom a borítót, megszerkeztem, kiadom, megcsinálok vele mindent. Annyi, hogy a Blues Bravas kiadásában jött ki, de így is a nyomdai dolgokban részt vállaltam, megcsináltam a nyomdai előkészítéseket, megrajzoltam a borítót, megírtam a cuccot, szóval nagyon így a saját gyerekem, tudod, te lehet így mondani. Ez egyébként ez nagyon fontos egy könyvnél, hogy a borító is a tiéd legyen, ne csak a te ötleted, hanem te rajzoltad. Szerintem igazából nem feltétlenül fontos, csak igazából kézenfekvő, mert nekem a szakmám is grafikus illusztrátor igazából, szóval csináltam meg könyvborítókat, meg ilyenek, miért egy másik grafikus csinálná, ha meg tudom én is rajzolni. Világos. Szóval így szerintem még jobb, így kerekebb a dolog. A könyvben egyébként illusztrációk vannak-e? Képek, rajzok, valamilyen fotók? Nincsenek egyáltalán. Gondoltam rá amúgy, mert nekem nagy pusztok ezek, ha olvasok valamit, és vannak illusztrációk. De úgy vagyok vele, hogy nem bonyolítani akartam ezt, meg ez pont egy olyan könyv, ami azt a sallangmentes sutyóságot közvetíti, hogy nem bonyolítanám magát így formailag se az egészet, tudod. Mert mondjuk az a fantázia, amit megírok, abban például szeretnék külön illusztrációkat rajzolni, tudod, mint a Tolkien, amikor ilyen széljegyzeteket rajzol meg karaktereket, nekem nagyon tetszettek ezek, szóval olyanokat fogok abba rakni szerintem. Ugye a könyvnek a nyelvezete az gyakorlatilag olyan, mint az utcarep, tehát ez tényleg egy kicsit tróger, kicsit káromkodós, de ugyanakkor egyébként megvan benne az írásban ez a tiszteletadás az édesanyád, nem a te édesanyád, a Petinek az édesanyja felé. Ugye? De pont ez az, hogy amikor olvasom, akkor én úgy érzem, mintha te mesélnél. Tehát én ismerem a hangodat. Mindenki így gondolja igazából, de az se baj amúgy, csak azt nem akarom, hogy úgy rakjanak össze, mert azért ebben vannak rumis dolgok, amikhez így nincs közöm igazából, tudod. Uh-huh. Szóval visszatérve a nyelvezetre egyébként. Ez azért csináltad így, hogy könnyen olvasható legyen? Hogy nem használsz benne krikszkaszokat, szakszavakat, idegen nyelvű igazából szavakat. Azért csináltam ezt, mert szerintem az írásban hülyeség nem egyenesen írni. Megnézed, hogy mindenki mit ajánl írók, mit ajánlnak szövegírók, ilyesmi. Ha túlbonyolítasz valamit, ha körülírsz valamit, ha nagyon meg akarsz mondani valamit, az sosem működik, elcsúszik maga a kommunikáció lényege. Én nagyon szeretem azt, hogyha ha valamit egyszerűen le lehet írni, akkor azt nem szabad bonyolultan. Ez nagyon alapszabály mindenfajta írásban, tudod. Én nagyon ki tudok lenni egy olyan könyvtől, ami tényleg ilyen pátoszos, vagy sallangos, vagy ilyen nagyon lassú menetű. És tudod, mert az a baj, hogyha én nem azt mondom el, amit akarok a legegyszerűbb szavakkal, akkor nem a történetet olvasod, hanem mögötte engem, aki bizonygatja, hogy ő jól ír, tudod. Elkezdek olvasni valamit, és 6 oldal, amire fel kell a nap. És 6 oldalig írják, hogy milyen szépen kell fel a nap. És úgy vagyok, hogy falhoz vágnám a könyvet, érted? Pedig lehet, hogy jó íróról van szó. Úgyhogy az ilyeneket próbálom kerülni, meg én nem szeretem a nagyon belemenős leírásokat, hanem csak az atmoszféra teremtés pár olyan jelzővel, ami karakteres még, amitől megteremtődik az ember fejében. Világos, tehát a tájleírás 4-5 oldalban nem alkalmazott. Nem igazán. Semmiképp. Egyébként visszatérve a borítóra és a rajzokra, ugye te nagyon sokféle művészeti ág felé vonzódsz. Ugye, ahogy beszéltük, a zene, a rajz és a festészet, ugye a szövegírás, minden egyszerűen itt csoportosul benned. Ez már kölyökkorod óta így volt, hogy téged minden művészet érdekelt? Vagy ahogy idősödtél, úgy nyílt egyébként ez a kör? Ahogy idősödtem, úgy nyílt. Nem voltam mindig annyira érdeklődő, igazából lusta gyerek voltam, és kevés dolog érdekel. Megbuktam a suliban, nem figyeltem oda, nem tudtak lekötni. Olyan voltam igazából, hogy a rap az nagyon érdekelt, nagyon motivált, de ami nem motivált, abban nem voltam jó, mert nem is volt érdekem az lenni, tudod, nem törődtem bele. És amikor régóta rappeltem, és jó, a rajzot azt csináltam mindig is, meg a rajzos gimnáziumban jártam, ez a kettő, a rajz meg a rap mindig volt. De például a hangszer is későn jött be, a gitár is, a hegedű is későn jött be így az életemben, meg egy csomó olyan, meg így maga a tudományok, meg maga a fizika, meg azok a dolgok, amik így nagy hobbiaim lettek, azok így később jöttek be jóval. Gondolom az, hogy érzem azt, hogy növök, több az érdeklődésem, nagyobb a kapacitásom, és több érdekes dologgal foglalom le ezt a késztetést, hogy új dolgokat tudjak meg elégítem ki a kíváncsiságomat, tudod. Ez mi miatt van egyébként? A te személyiségednek köszönhető ez, vagy az iskolarendszer hibája, hogy igazából azokat a dolgokat, amik már benned lehettek akkor is, nem hozták ki? Hát én nem akarok másra mutogatni. Én nem gondolom azt, hogy nem az én hibám volt, meg hibának se élem meg, igazából nem az a periódus volt. Én nem gondolom jónak az iskolarendszert, ha már így erről van szó, és tudom azt, hogy nem az értéket hozza ki a gyerekekből, hanem felkészíti az embereket arra a világra, ami körülvesz, és az se az értéket keresi sokszor. Szóval igazából én iskolában találkoztam először olyan fajta igazságtalansággal, hogy tényleg nagyon dühített meg ilyenek, mert otthon
nem nagyon kaptam ezeket meg. És azt mondják, hogy tudod, az iskola az megtanít arra, hogy mindegy, hogy neked van-e igazad, akkor se neked van. Kb. Így erre jó tudod. Meg, és igazából még maga mondják azt, hogy jaj, matek, minek nekem, kémia, mikor használnám, de amúgy szerintem maga a tantárgyak nagyon jól vannak kiválasztva, mert minden egy nyelv, minden egy nézőpont ahhoz, hogy megértsd a világot. A matek is az, a fizika, kémia, biológia, mindenből tényleg rengeteget tanulhat az ember, ha érdeklődő. Én például tényleg nagyon rá vagyok kattamva a fizikára, még kísérleteket is csinálgatok otthon magamnak itt titokban, tudod, annyira pörgök, viszont én mindig megbuktam fizikából. Fogalmam se volt, mi az az S, meg E, tudod, összekavart, és nekem még tudod, hogyha az ember meg a fiataloknak elmondanák azt, hogyha te érted a fizikát, akkor mekkora kincs van a fejedben. Mert azt mondták, hogy azért kell érteni a fizikát, mert megbuksz, és akkor már nyáron nem mehetsz játszani. Érted? Szóval ilyenfajta motivációink voltak, engem meg nem érdekelt, érted? Megbuktam, azt mentem játszani nyáron. Igazából, ha már itt ennél tartunk, és tényleg az oktatásról beszélünk, akkor szerintem itt, ami nagyon-nagyon hiányzik, az a készségfejlesztés, és igazából nagyon egy oldalú a történet, a tanár, amit mond, az úgy van és kész, ne kérdezzél, ne szóljál semmit, mondd vissza azt, amit a tanár mondott. Igen, és ez nem is gondolom, hogy annyira a tanár hibája, hanem ez egy alaprendszer, amihez mindenkinek igazodnia kell. Hogy mennyi idő alatt, mennyi anyagot kell leadni, és akkor mindenkinek az érdeke az, hogy ezt kipipálják, tudod. Szóval ezért csinálják így, de én botlottam bele olyan tanárba, aki tényleg jó volt. És az érdekes, hogyha te egy igazi jó tanárt kifogsz, az meg tudja alapozni az életedet. Például volt egy tanárom általánosban, a tesómat is ő tanította, be is mondom, a Pesenyeivel nagyon szerettem, egy irodalomtanár volt. És az a durva, hogy rossz gyerek volt a tesóm is, mindenki mondta, semmire kellő, ilyenek, úgy tudod, nyomták ezeket, amit a gyerekek el is hisznek. És ez a nő így hitt benne, csinált iskolai darabokat, ilyeneket, bíztatta, mondta, hogy tehetséges, és most a tesóm egy tök foglalkoztatott színész, aki azóta is ezzel foglalkozik, és ez indította el abban, hogy hittek benne, hogy kihozták belőle azt a tehetséget, ami benne van. Ritkán csinálnak ilyeneket tanárok, de van ilyen is. Ha már az irodalomról van szó, akkor ugye a költészethez is az van azért közöd. Igazából ez a Pilvaker kezdeményezés, ahol te is egyébként ott vagy, mint szervező tag. Most már nem szervezőként vagyok ott, meg ilyesmi, hát így, hát alapítótagként úgy szokták ezt így mondani, mert hogy az első körben voltunk benne, amikor még kevesen voltunk, meg találgattuk ki az egészet, de így a szerves része vagyok, minden évben ott vagyok, és nagyon jó kis dolog ez. Egyébként, hogyha most visszagondolsz a középiskolai éveidre, akkor mennyire utáltad ezeket a 48-as ünnepségeket? Fú, nagyon. Ugye? Pedig ezek rendkívül fontosak. Rendkívül fontosak, de nézd meg azt, hogy ezek az ünnepségek soha nem arról szólnak, amiről szólnak. Mindig olyan fajta protokollokról szólnak, ami a gyerekeknek nem érdekes, a tanároknak nem érdekes, mindenki úgy nyomja le, és senki nem tanul belőle, és senki nem töltődik fel tőle. Olyan ez, mint amikor régen csinálták ezt, hogy háromágú villával kenni a sütit, négyágú villával lesz, meg 6-8 villa van, és ülnek az asztalnál a snob tagok, mindenki stresszel, hogy most melyik villát hogy kell enni, és amúgy alapból senkit nem érdekelne, csak így a kollektíva miatt. És ez is ugyanaz, hogy maga az, ami ez az ünnepség, ez fontos, hogy mire emlékezünk meg. De nekem nem voltak ilyen emlékeim, nekem az volt, hogy ingbe kellett lenni. Megkérdeztem, hogy ez miért van, azt mondták, hogy azért van, mert kussolja. Érted, hogy sose kaptam így ilyen dolgokra válaszokat. Meleg volt, csöndbe kellett lenni, a mikrofon rossz volt, nem hallottam, hogy a hatodikos gyerek hogy mond verseket. Érted, szóval így nem volt meg ez a dolog benne. És ezért is örülök, hogy benne vagyok a Pilvakerbe, mert ez egy sokkal... Ez egy jó csatorna, amin az emberek érdeklődnek, ami odafordítja egyenesen a figyelmüket az igazi versek felé. Mármint úgy értem, hogy mi csinálunk egy átiratot, akkor azért az ember megnézi, hogy miből csináltuk ezt. Még fiatalok is, tudod? Meg volt olyan, hogy csak felreppeltünk verseket. Hát ezek a legjobbak. És írta egy gyerek, hogy ő emiatt tudta ötösre felmondani, az egész osztály ötösre mondta fel a reményhezt, mert hallották a számot, és mindenki megtanulta attól, tudod, hogy... És akkor mindenki ötös kapott, mindenki tudta. Ezek tök jó visszaigazolások meg. Én voltam egyszer-kétszer ilyen, visszaírtak általános iskolába a költészet napján beszélni így erről a Pilvakerről, költészetről, magáról a... Erről. Ami furcsa, mert én ugye a költészetről nem sokat tudok beszélni. Olvasok sokat ilyeneket, meg de nem mennék bele ilyen okoskodásokba, de jól szót értek a gyerekekkel, és inkább arról beszélek, hogy magáról, arról a kommunikációról, a rímeknek a szeretetéről, meg hogy lehet játszani a szavakkal, mert hogyha valakinek
ha valaki hall egy jó rímet, és jó érzés neki hallani, akkor valószínűleg megírni még jobb érzést, tudod, úgy bele tudnak jönni. Csináltam ilyet ilyen táborba, hogy közösen írtunk rap szöveget, meg verseket, úgy segítgettem, meg összerakták a tartalmat, én meg megformáztam nekik ilyen. Hát ilyen szabad foglalkozás szerint, ilyen kreatív szórakosgatás. Meg ilyeneket. Ha már itt tartunk, és a költészetnél örök kérdés, és nagyon kíváncsiak a te véleményedre, hogy egyrészt a rap zene az művészeti ágnak tekinthető-e valamilyen szinten, és a rap szöveg az pedig költészeti szempontból tekinthető-e valóban költészetnek? Na, én ezzel vagyok annyira úgy, hogy én nem szeretem ezeket a besorolásokat, mindenki máshol húzza meg a határt. Vannak ennek definíciói, de úgy vagyok, hogy nekem teljesen mindegy, hogy ezt minek mondják, vagy hogy mi a definíciója, hogy mi számít költészetnek. Ha mondjuk lefordítjuk egyszerű dologra, akkor talán azt jelenti, hogy ez értéket képvisel, vagy nem. És hát szerintem értéket képvisel. Ugyanúgy, mint nézd meg azt a verseket. Rengeteg jó vers van, de rengeteg borzasztó közepes vagy semmilyen vers is van. Ugyanúgy, mint a rapbe. Szóval szerintem, aki jól csinálja a rappet, azt ugyanúgy lehet mondani költészetnek, mert ugyanúgy szabályok határolják be, ugyanúgy van egy formaisága, ugyanúgy van egy mondani valója. Annyi, hogy talán a rap az egy direktebb dolog, mert a költészetben rengeteg elvondologó szimbolika van, viszont a rapben is megjelenik. Szóval megnézed az újonc Petit, érted, megnézed a kezdetfélyén, nagyon jó húzásaik vannak, és simán odaraknám a költészet mellé őket például. És a zene, a konkrétan maga a rap zene, az művészeti szempontból az tekinthető művészeti ágnak? Szerintem hogy ne lenne művészet? Az a durva, hogy az is művészet, ha te nagyon jól tudod ezt a babzsákot rúgdalni. Szóval érted, de ez tök komolyan, hogy a művészet, de alkot valamit, something from nothing. Érted, hogyha valami, a semmiből csinálsz valamit, ami a te szellemi terméked, igazából én mindenképpen művészetnek gondolom, rengeteg dolgot annak gondolok. Hát a futbegesek lehet, hogy kikérték maguknak ezt a babzsák dolgot egyébként. Hát miért örüljenek, hogy ők is művészek? A zenében egyébként ugye beszéltünk arról, hogy a gitár és a hegedű is foglalkoztat. Ezek a hangszerek be lesznek mondva valamikor esetleg a DSP-nek a hangzás világába? Ó, persze. Na hát ahogy változok én, az érdeklődésem úgy változik a zene is, szóval mindenképpen be lesz ez vonva, csak nem mind vagyok annyira bátor ebben, hogy mindenbe berakjam, de például vettünk már fel dalt, amit én gitároztam fel, meg nyomtam bele mindenfélét, hegedűt is vettem fel, szóval mindenképpen élünk bele. Én úgy vagyok, hogy én egy külön ágban szeretnék másfajta zenét csinálni élőzenével a tesómmal, hogy belevonni gitárt, hegedűt, éneket, kaunt, ilyen valami amplet kis formációt rakunk össze, és abba akarom kiélni ezeket, de ugyanúgy a DSP-be is vissza fog köszönni a gitár meg a hegedű. Ez a másfajta zene, ez mit jelent? Tehát milyen zenei stílust? Hát ezt nem tudom annyira behatárolni, de fú, fogalmam sincs. Tényleg ötletem sincs. Meg pont olyan zene lesz, hogy majd meghallgatja valaki, és pont nem is gondolta volna, hogy mi ilyeneket csinálunk. Tudod, hogy így azért ebben meglepő lesz ilyen. Például a maszkura is a tücsök rajt, te bírod? Igen. Vagy vágod őket? Igen, ismerem. Én nagyon szeretem őket, most lépek fel velük este. És például az a zene, amit ők csinálnak, ahhoz tudnám hasonlítani, hogy nem olyan zene, de megvan benne az a szövegvilágban, énekvilágban, zenevilágban így hasonló dolgok vannak benne talán. Hát ugye, ha maszkorákat említed, akkor nekik szinte minden daluk más zenés stílusba köthető. Tehát van, ami tényleg rappes, van, ami sanzon, van, ami mulatós egyébként, úgyhogy abszolút lehet mondani, hogy az... Igazából pontosan ezt csinálom. Írtam 6 számot, és pont emiatt nem tudom behatárolni, mert írtam egy jó szűkített akkordos ilyen cigányos mulatós dalt, nagyon szeretem az olyan ritmusú dolgokat is, ilyen írtam szöveget flamenkóra, meg csináltunk ilyen, hát mindenféle alaphúzást, csináltam egy blues tuccot, hogy így próbálgatom magam, mert még az elején vagyok, és emiatt úgy belenyúlkálunk ebbe, abba, és így stílusokon belül így váltakozunk, meg mozgunk. A DSP fanoknak egyébként ez szerinted jó vagy rossz hírt jelent? Tehát, hogy nyilván, hogy a több dologgal foglalkozol, akkor kevesebbet tudsz a DSP-vel foglalkozni. Vagy ők örülnek neki, hogy másra is foglalkozol, és másra is tudnak figyelni. Hát őszinte leszek, nem tudom, mert úgy vagyok, hogy most már a közönséget fel lehet osztani régi meg új generációra. Tudod, hogy már nem tudom egyként kezelni ezt az egészet, mert aki mondjuk régóta követ engem, vagy talán hogy az én korosztályom, szerintem az úgy van vele, hogy fú, még egy dolgot csinál, de jó. És igazából ezzel nem veszek el a reptől, mert máshol is kitolnék, hogyha én most így félretolnám a repet, és nem is akarnám, mert nagyon szeretem csinálni. Szóval ugyanúgy ott is jönnek dolgok, meg itt is. Fiataloknál úgy van, mert tudom, hogy én is ilyen voltam fiatalon, hogy hát ez rapper, akkor ne énekeljen, nem? Hát akkor miért énekel? Akkor miért énekel?
És érzem, hogy nekem is volt bennem ilyen, amikor kicsi voltam, és hogyha mondjuk ezeket én vissza fogom kapni, akkor nem baj, igazából tudod. Körbeér a kör. Én is ezt gondoltam, meg más is ezt gondolja rólam, attól függetlenül nem igaz, mert nekem sem volt igazam. Világos. Dolgoztok egyébként a DSP-ben valami albumon, lemezen, vagy most arra lehet számítani, hogy jönnek majd a single track-ek? Single. Abba gondolkodunk igazából, videókat csinálunk főleg. Szóval úgy akarjuk, hogy kidobálni klippeket, most felvettünk párat, szóval egészen jól állunk, aztán szépen itt csorogni fognak ki. Nem sokára jön új videónk is, mert kiírtunk egy ilyet, hogy küldjenek be olyan videókat, amikor részegek, amikor buliznak, randalíroznak, ilyesmi, mert csináltunk egy számot, aminek az a cím, hogy Teli. És ugye arról szól, amikor az ember megvadul, elmegy bulizni, és azt se tudja, hol van, meg mi van. És rengeteg videót kaptunk, és nagyon jó videókat. Szóval vágunk össze egy ilyen kb. Egy ilyen drunk fail compilation, tudod, amik vannak itt-ott, de olyanokból, akik beküldték személyesen, az emberek, akik hallgatnak minket. Úgyhogy rengetegen lesznek a klipben, és szerintem nagyon jó húzás lesz, egy pár hét múlva fog kijönni. Hát az erős ötlet, de én azt gondoltam, hogy azért nem lesz senki olyan bátor, hogy ezt elküldi, mert ezt tudja, nagyon sokan fogják megnézni. Aha, tehát, hogy én is ezt gondoltam. Amikor anyukád majd ezen röhög, az nem biztos, hogy annyira flash lesz. Igen, én is ezt gondoltam, hogy így hát kiírjuk, de aztán nem tudom, mert lehet, hogy itt kéne meghirdetni, meg ott is, mert lehet, hogy nem lesz elég videónk, és unalmas lesz. És így néztük, hogy még egy, tudod, úgy jött, hogy így, mit tudom én, rengeteg, nagyon sok videót kaptunk, és még olyat se tudunk, van egy csomó, ami nem is fog beleférni, pedig jó. Szóval annyi jó van, és annyi közül tudunk választani, úgyhogy nagyon mákosak vagyunk. De ilyenkor úgy szokott kérdezni, hogy figyelj már, Dipa, nézd ezt a videót, és akkor szakadtak a röhögéstől? Pontosan, így szokott történni, igen. Jó, hát akkor most vegyük kicsit komolyabbra a figurát, jön egy zene tőletek, srácok, és akkor folytatjuk még a DSP sztorikkal, nem menjetek sehova. Ez itt továbbra is a Rapterápia FM 92.4 Maxi Rádió, vendégem Bom. És akkor beszéljünk a DSP-ről. Nekem telefonban tegnap elmondtál egy háttérinformációt, nem tudom mennyire publikus, lehet, hogy az kicsit arcon vág a kérdés, de mi a helyzet DJ Garrisonnal és a DSP-vel? Ja, nem vág az arcon. Igazából úgy van, hogy a Gary az már nagy felnőtt ember, megházasodott, ugyanúgy a Majkáékkal így zené járnak fellépni, meg ilyesmi, és nagyon nehezen tudtuk ezt összeegyeztetni meg. Igazából nem is voltunk annyira aktívak az elmúlt időszakban, DSP ügyileg, és akkor úgy döntöttünk, megbeszéltük a Garyvel, hogy ő is úgy van, hogy nem tudod, hogy az együttesünkben van, de nem tudja prioritásba rakni a DSP-t. Szóval mondom, hogy bejött egy buli, de neki már ugye ebbe vannak táblázva a dolgai, mert tényleg nagyon pörög, és talán így egyszerűbb mindenkinek. Mert mi se akkor állnak, csináljuk, a Gary viszont mindenhol pörög, meg rengeteg dolga van, úgyhogy így elengedtük egymást, de elmögött nincsen semmi olyan emberi dolog. Tehát lehet, vagy amit így lehet így sejtetni. Tehát lehet, hogy lesznek olyan fellépések, amikor hárman mentek, de általában most már csak ketten utaztok. Igazából úgy van, hogy már nagyon régóta csak ketten mentünk, mert nagyon ritkán volt az, hogy hárman mentünk, és akkor eldöntöttük, hogy keressünk egy másik srácot, akit ugyanúgy bírunk, meg sokat lógtunk vele, hogy akkor ő legyen ilyenkor is, hogy ne legyen az, hogy amikor a Geri éppen ráér, akkor beúrik egy-egy ilyenre, mert akkor már elszokunk egy kicsit, nem vagyunk új rutinba ilyesmi, úgyhogy azt beszéltük meg, hogy akkor már nem jön úgy DJ-zni, csak kiemelt alkalom akkor mondjuk. Szóval, hogyha mondjuk csinálunk egy nagy bemutatót, vagy egy nagy koncertet mondjuk, vagy ilyesmit, amit mi szervezünk, akkor biztos, hogy jön a Geri is. És ki a szuper titkos új? Ki a szuper titkos új? Ja, nem szuper titkos. Turner, DJ Turner, Tomi. Jó spanunk, sokszor húzott nekünk, meg a Garrisonnak is spanja, meg a Geri ajánlotta nekünk, még régen úgy ismertük meg rajta keresztül. Tehát akkor magyarul a hangzásban és minőségben ez nem fog látszódni egyébként a fellépések alkalmában? Nem, ez már régóta nagyon hasonlóan folyik, szóval ez nem egy mostani változás, vagy ilyesmi. Mi ez nem egy látványos dolog. Ugye a legfrissebb zenei anyag tőletek az most az Illusionnel közös, Ezre, ugye? És amikor, tehát pont ezt akartam mondani neked, hogy most már, hogyha szembe jön velem egy dal a YouTube-on, a Facebook-on, és oda van írva, hogy DSP, még mielőtt rákattintanék, és akkor úgy az ember úgy érzi, hogy mire számítson. Na hát a DSP-nél én már ezt rég elveszítettem. És ezt nem szerintem az jó dolog. Na hát ez a kérdés, ez jó vagy rossz? Nagyon jó dolog. Figyelj, gondolj abba bele, hogy az emberek az alapján ítélnek meg, amit így látnak tovább, amit számítanak. Szóval az a lényeg, hogy aki számít valamire, és nem azt adjuk. Abból szokott így a rumlelni, vagy a sértődés. De úgy vagyok vele, hogy én nem csináltam ugyanazt, én nem akarom behatárolni magam egy dologra. 10 évig rappeltem hasonló dolgokat, hasonló zenéket, és mivel én nem akarok ilyet csinálni, nem érdekel, hogy ki mit vár ettől a dologtól, mert attól lesz valami igazi, ha én mindig változok, mindig magamat képviselem úgy, ahogy tudom. És emiatt mindig változik, mert senki nem egy kapta fára épül, mindenki sokkal összetettebb annál, mint amit mutat magáról kifelé, csak engem már egyre kevésbé érdekel ez. Szóval úgy van, hogy
mit tudom én, van mondjuk a kilakikét, akik rappelnek, és egy nagyon hasonló témavilág körül forognak, és beraksz egy kilakikét számot, tudod, hogy mire számítsál. Jó flow, jó rímek, nagymarások, tudod, hogy így azt csinálják. És viszont én meg úgy vagyok, hogy én írnék egy ilyen dalolgatós dalt, belepengetnék gitárra, aztán utána csinálnék egy 70 BPM-es dalt. Igazából ez a játszóterem, és szeretek játszani, és kirakom a cuccokat, amiket csináltam. És akkor utána így hagyom, hogy konfrontálódjanak, vagy hagy mondják el a véleményüket, de igazából nem annyira mérvadó, mert nem lehet, kreatív dolgokat nem lehet másnak csinálni, nem lehet kiszolgálni embereket, hanem csak megcsinálod, ami benned van, és majd kiderül, hogy az embereknek tetszik-e. Szóval engem nem zavar, hogyha így nem tudják ezt a dolgot hova tenni, mert egy embert se tudsz behatárolni, és így, ha egy együttes se tudsz, az szerintem inkább csak összetett meg jó dolog. Ez, amit most mondasz, ezt én úgy értelmezem, hogy az előadó kreatív szabadsága. Ugyanakkor mások ezt úgy értelmezik, hogy a félresiklott DSP. Ja, nekem ez teljesen mindegy. Figyelj, hány ember értelmezi úgy a dolgokat, aki nem ismer egyáltalán? Például engem mondjuk gondol parasztnak az, aki még sose beszélt velem. De aki jó spanom, az meg nem gondol annak. Szóval igazából ez szerintem nagyon-nagyon nem mérvadó. Én nagyon erősnek érzem ezeket a zenéket, és az, hogy az emberek ezt nem annyira érzik, nekem ez teljesen mindegy. Kezd ez a dolog megfordulni, mert úgy van, hogy unom ezeket a beateket, és újfajta beateket csinálunk, újfajta kísérletezésben vagyunk, és nézd meg azt, hogy a környezetünkben már mindenki csinál ilyen beateket. Most már nem az van, hogy most már tényleg úgy kezd ketté szakadni ez a dolog. Amikor először csináltuk, akkor nagyon kivoltak, hogy már mi is ezt a trap vonalat. Igazából még a trappel sincsenek tisztában, a vonallal sincsenek, csak tudják, hogy ez nem az, amit akarnak, és ez egy más dolog. És úgy vagyok vele, hogy hát nekem teljesen mindegy, tényleg. Nem is tudom, ezt nem is akarom nagyon így túlmagyarázni, vagy ilyesmi, de tényleg egy olyan hülyeségnek gondolom, hogy nem érdemes vele foglalkoznom. Nagyon sokat beszélnek erről a real meg nem real dologról itt a gyerek közegben, és egyébként nagyon-nagyon téves ez a dolog, ami alapján ítélnek. Ugye addig vagy real, amíg mondjuk egy X hallgatottság fölött vagy alatt vagy, és lehetőleg ugyanazt a 90 BPM-es rappet nyomod. Amint ezt a vonalat átléped, vagy mondjuk másfél zenét csinálsz, azonnal a nem real társaságba kerülsz be. Pedig valójában az az igazi zene, ami belőled jön. Hogyha te is tudnál ugyanolyan zenét csinálni, mint mondjuk a Telepszemle EP-n volt, csak már nem akarsz. Igen, de minek csinálnék? Persze. Az az érdekes, hogy szerintem megmondják azt, hogy mi nem real. Az ő szerintük mi real, vagy mi nem real. Hát én az ő szempontjaiknak én nem tudok, és nem akarok megfelelni. Én, ha azzal törődnék, hogy az emberek szerint mi real, én nem lennék real. Ha azzal törődök, hogy szerintem mi real, én real vagyok, és az embereknek egy része azt mondja, hogy nem vagyok. Érted? Az ember választhat. Hogy úgy vagyok, hogy ha te azt képvisel, amit ez ugyanolyan, mint egy ember, aki, hát ez jó fel gyerek, mert mindig azt mondja, amit hallani akarok. Az ilyenek nem mi igazán dílek, tudod? Én úgy vagyok vele, hogy nem azt mondom, amit mindig az ember hallani akar, hanem amit gondolok. Az életben is működik, szociális kapcsolatokban is működik, és igazából a zenében is így képviselem magam, mert hogy máshogy tenném, érted? Tehát pont ez a lényeg, hogyha neked van egy barátod, akkor ő azért lesz a barátod, mert megmondja akkor is, hogy a hülye vagy. Meg hogyha ha meg jó dolgot csinálsz, vagy jó úton jársz, akkor meg támogat benne. Persze, azt mondják, hogy ha a barátod mindig mindennel egyetért, akkor nincs is. Akkor olyan, mintha egyedül lennél. Abszolút. Visszatérve a zeneiségre és erre a változatosságra. Szóval nagyon sok irányba kalandoztok. Ezáltal egyébként a célközönségetek is változik? Vagy a hallgató közönség változik? Gondolom változik. Én úgy vagyok, hogy tök őszintén mondom, hogy nekünk volt ez a közegünk, a lakótelepi közeg, srácok, zoralkodás, ilyesmi, de én már 30 elmúltam, érted? És most másba vagyok, más érdekel. És akkor azt képviselem, és ezzel biztos, hogy vesztek a közegemből, de úgy vagyok vele, hogy aki elfordult tőlem, az forduljon el, ez nem egy olyan dolog, hogy nekem muszáj megtartanom az embereket. Én zenélek, az emberek megfigyelik, ha akarják, és nem figyelik, ha nem akarják. Nem nekik szól, hanem nekem szól, és ez ki van dobva. És örülök, hogyha tetszik az embereknek, nem érdekel, ha így ki vannak tőle, úgy vagyok vele, hogy egyszerűen csak képviselem magamat. Kirakom ezeket a cuccokat, és meglátjuk, hogy az emberek mit szólnak hozzá.
Tudom azt, hogy kell kiszolgálni embereket, de ha kiszolgálod az emberek ízléseit, akkor nem tudsz újat mutatni magadnak se, és nem tudsz ízlést formálni se. Nagyon fontos egyébként egy számot, akkor egyébként az ízlés formálás, vagy az ízlés kiszolgálása fontosabb. Pont, ez jó, pont most mondtam, igazából nekem az ízlés kiszolgálása nem fontos. Ha fontos lenne, akkor máshogy állnék a zenéhez. Miért van az egyébként, hogy ennek ellenére a fellépő szettekben még mindig azok a klasszikus, már mindenki által ismert zenéket nyomjátok el? Az őszintén azért van, mert ezekre a BPM-ekre rosszul mozdulnak meg az emberek életben. Csomószor veszem észre, hogy régebben nem mindig szerettem ezeket a húzásokat, először bejött, és igazából nem mondott sokat. Ezért se zavar az, ha valaki szerint szar, mert én is, amikor először hallottam ilyet, nekem nem adott sokat. És így után sok ilyet hallgattunk, sok ilyen közegben voltunk, és érzem azt, hogy engem nagyon megmozgat, de máshogy húzza meg az embert az ütem. Szóval, amikor eljönnek egy koncertre, és az ilyen zenénkre akarnak csápolni, úgy, ahogy a 90 BPM-re csápolnak, rájönnek, hogy nem tudnak rá csápolni, mert ez nem olyan zene. Erre tényleg így pattogni kell, meg így jól felpörögni. Én nagyon tudok erre bulizni, ezért meg is csináltam, de a magyar közönség még nem annyira pörög ezekre a dolgokra, azt hiszem. Tehát magyarul ők nem tudják, hogy hogyan kell viselkedni a színpad előtt, ezért nem nyomjátok ezeket az újzani? De hogy a viselkedés nem, ez arról szól, hogy nem mozgatja meg őket még ez a zene, ami engem már megmozgat, érted? Hogy régen engem sem mozgatott meg, de most már otthon vagyok a verőimmal, és nagyon megmozgat. Érted, hogy berakom ezeket, és nagyon meg tudok rá mozdulni. És úgy vannak, hogy a legtöbb ember az még nem úgy van, de ugyanúgy találkozok olyannal, aki azt mondja, hogy ez egy nagyon erős friss dolog, és nagyon megmozdul rá. Szóval, és egyre jobban változik az arány. Mondják azt, hogy nem is tudom. Hogy igazából először csak úgy volt, hogy kiadtuk az első ilyen számot, és ez nagyon összezavarta az embereket. És tényleg általában rólunk ilyen jó kritikákat szoktunk kapni, meg nem szokott annyira nagyon megosztó lenni a dolgaink, tudod. És ez tényleg megosztó volt, ez kb. 50-50-ben az emberek feleik hívott rá. Aztán a következőre már csak ennyi, már csak annyi, és ha megnézed, most már nagyon sokan mozdulnak ezekre a zenékre, és nem miattunk, hanem azért, mert ugye a rap közegben ez a dolog frissül. És nem azért frissül, mert mindenki Amerikát majmolja, ez egy olyan butaság, azért frissül, mert az emberek meg akarnak frissülni. Ezek az MC-k, akik itt vannak a környezetemben, mindenki újat akar csinálni, új terepen akar mozogni, és izgalmas dolgokat akar csinálni, és azért jönnek ezek a dolgok törvényszerűen. Igen, ezt a változás szerintem jó dolog. Igen, csak nehezen tudják ezt elfogadni még sokan, akik mondjuk igen, lassabban nézd, változnak. Igen. De pont ez, minden változás, és hogyha érted, még úgy van, hogy sose a legerősebb meg a legokosabb éri túl, hanem aki a legjobban alkalmazkodik a változáshoz, mert minden változás. Érted, ezt szokták mondani. Én azt gondolom egyébként, bocsáss meg, hogy szabad vágtam, én azt gondolom egyébként, hogy az előadók rendkívül jól látják a dolgokat. Tényleg, tudják, hogy változni kell, tudják, hogy jó a változás, érzik, hogy ez rendben van. A rap hallgatók viszont ezt nem tudják. Tehát én, amikor rap hallgatókkal beszélek, akkor úgy érzem, mintha egy betokosodott, kicsit visszamaradott sráccal beszélnek, már nem szellemileg, hanem gondolkodásmódban. Hát igazából engem nem zavar, ha így gondolják, és mondom, azért tudom elfogadni az összes ilyen hozzáállást, mert bennem is volt hasonló hozzáállás, meg én is gondoltam olyan hasonló dolgokat emberekre, amik nem igazak. Például amikor kicsi voltam, néztem a Subbase Monstert, és biztos voltam benne, hogy ő már akkora milliárdos, és állandóan a bodácsajokkal lóg, meg kokainozik a WC-be, tudod, meg itt tök ebbe voltam, hiszen benne volt a tévébe. És érted, most már ismerem a Szabit, dolgoztunk is együtt, és egy nagyon jó felsrác, aki nem olyanokat csinál, amit én elképzeltem róla kiskorom, és nem úgy működnek a dolgok. Szóval így nem zavar engem, hogyha félreértelmeznek, mert attól én nem vagyok másmilyen, hogy másnak látnak. Igen, tehát ugye az a baj, hogy a képernyő az csak egy nagyon-nagyon kis apró tört részét mutatja meg a te életednek, vagy a te viselkedésednek. És ugye ezért vagyok úgy, hogy nem, ezért se veszem magamra, és ezért se érzem rossznak, hogyha valaki rosszat mond, mert olyan, mintha valakit megítélnélek szava alapján, vagy egy mozdulata alapján, ami engem nem érdekel, hogyha úgy ítélnek meg, mert én azért annál összetettebb ember vagyok, hogy abból ítéljenek meg, amit hallanak egy reppenbe, itt látnak, ott látnak. Igazából sokkal több és másfajta dolgokat is csinálok, és több oldalú vagyok, mint hiszik. És igazából csak ez az oldalam, ami, hogy mondják, ami releváns velük meg a rap hallgatókkal, hogy én nagyon bírom a rappet, ők is nagyon bírják a rappet. És nekünk ennyi dolgunk van, és hogyha én a rappet nem jól csinálom, akkor ők nem szeretnek, de én annyi dolgot csinálok még jól. Igaz, vagy ami boldoggá tesz, tudod, és nem
Szóval nem akarok beszűkülni egy közekhez, meg nem akarok az a 31 éves ember lenni, aki 15 éves srácokat győzköd arról, hogy jó rappel, érted. Na igen, itt az az igazság, hogy az első dalod az gyakorlatilag előbb megszületett, mint néhány DSP hallgató. Igen, ilyen van azért. Na, összességében foglaljuk akkor össze, hogy mire lehet számítani akkor a DSP-től most a közeljövőben, távoli jövőben, már nem csak zeneileg, hanem hogy konkrétan milyen projekteken dolgoztok. Igazából most Dipával beruháztunk megint egy ilyen házi stúdióra, hogy otthon tudjuk felvenni a cuccokat. Ezt csináltuk az Amazonnál is, és sokkal jobban ment úgy a pörgés, hogy nem kell oda menni, visszamenni, megint várni, hanem mindig tudunk kísérletezni, meg javítgatni dolgokat. Nem lemezt csinálunk, hanem körülbelül egy 4-5 számot vettünk fel, ami ilyen keverések alatt van, meg ilyesmi, és akkor mindegyiket csinálunk valami videót. Lesz olyan videó, ami tényleg olyan komoly, jó videó lesz, de lesznek ilyen trash összevágott dolgok is, amiknek csak ami mondjuk poé lesz, vagy ami egy egyszerű dolog. Szóval mindenféle videót, meg vizuált csinálunk hozzá, lesz igényes is, meg direkt trash is, mindenféle. Oké, beszéljünk a könyvekről. Mikor várható a következő anyag? Tudom, hogy még ez sincs kín igazából, de már előre tervez. Nézzük. Fú, én nagyon előre tervezek, úgyhogy nem akarok pontos dátumot mondani, mert mindig azt veszem észre, hogy ha mondok egy pontos dátumot, akkor pontosan egy hónappal később leszek kész. Tudod, bemondom, hogy mondjuk április közepe. Akkor tudom, hogy május közepén leszek kész. Már az évben. Szóval mindig van egy ilyen differencia, úgyhogy akkor nem annyira akarom. Egy évszámot, meg egy évszakot. Szerintem így eleget egyszerű. Idén. Jó. Igazából azért szeretném idén megjelentetni, az jó, ez sokkal hosszabb sztori ennél, hogy belemenjek. Az a lényeg, hogy idén igyekszem, de ugye megint ott van benne az egy hónap, úgyhogy majd jövőre lesz tuti. Tehát akkor januárban akkor jön majd a igen. Ja. Oké, akkor még azt mondjuk el gyorsan, hogy akkor a Blues Babaz oldalán keresztül meg lehet rendelni a tiplit. Olvassátok, lájkoljátok, osszátok, tényleg mondjátok el a véleményeteket róla. Én nagyon örülök neki, hogy van egyébként egy ilyen könyv és egy ilyen kezdeményezés, és nagyon szívesen olvasnám a további könyveidet. Bom, nagyon szépen köszönöm, itt voltál velem. Én is köszönöm. Jó dumáltunk. Köszi szépen. Jövő héten is lesz rapterápia, tartsatok velem akkor is. További szép estét mindenkinek. Sziasztok! A műsor partner oldala a közértes.hu. Ha tetszett a műsor, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és oszd meg barátaiddal is ezt az élményt.